uniós fejlesztések, a források 53%-a a vállalkozó szektort érintette. Öt nemzetiség a Városházán, elismerték a kisebbségekért végzett munkát. Jótékonysági koncert, 750 ezer forint gyűlt össze az autista fiatalok számára. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Az uniós források eddigi és jövőbeni felhasználási lehetőségeiről, valamint a kormány fejlesztés politikájáról számolt be Csepregi Nándor egy szakmai fórumon Békés Csabán. Az előadásban a miniszterelnökség parlamenti államtitkára tájékoztatott a 2014-2020-as pénzügyi időszak Európai Uniós pályázatok állapotáról. 2016 sok meglepő változást hozott a világpolitikában, amelyek hatással vannak a hazai politikai életre is, mondta Csepregi Nándor, utalva a britek kilépésére az Európai Unióból. Nagy-Britannia az EU nettó befizetőjeként 2022-ig finanszírozta volna Kelet-Közép-Európa, így Magyarország fejlesztéseit is. Ez a tagállam már 2019-ben el fogja hagyni az Európai Unió közösségét, a legkésőbb 2019-ben. És hogyha ez így történik, akkor 2019-ben már a Magyarországon is járó pénzek jelentősen csökkennek. Ez egy válasz jelent arra a kérdésre, hogy miért kell a kormánynak sokkal gyorsabban felhasználni az európai fejlesztési forrásokat, mint ahogy az megtörtént. A kormány szerint a jelenlegi rendszer fenntarthatatlansága miatt újra gondolt együttműködésre van szükség Európán belül, mondta el az államtitkár. Csepregi Nándor hozzátette, a térség országainak összefogásával van lehetőség arra, hogy az európai közösség a növekedés új motorját adja. Teljesen újra gondolt együttműködésre van szükség az Európai Unió belül is, de ezen belül egyes régióknak a sajátosságát teljes egészen újra kell formálni. A kelet-közép-európai régió legfontosabb célkitűzése, hogy transferzónát képezzen a keleti és a nyugati piacok között. Szó volt az elmúlt év adósságcsökkentéseiről, az állami apparátus tervezett létszámrendezéséről, az állami gazgatás egyszerűsítéséről. Orosz Tivadar szerint a kormány és a kereskedelmi iparkamara szorosan együttműködik a gazdaság fellendítésének tekintetében. Egy adócsökkentési program zajlik. Egy adminisztrációs csökkentési program zajlik, ez több éves, annak érdekében, hogy a vállalkozó gazdálkodási feltételeit meg lehessen könnyíteni. A forrásjuttatás kézenfekvő, hiszen nagyon fontosak ezek a források, hogy komolyabb fejlesztéseket meg tudjanak a vállalkozók valósítani. A tájékoztatón elhangzott, a 2016-os pályázati lehetőségek 75%-át már kiírták, ebből 40% sikeresnek tekinthető, 20%-nál pedig a szerződéskötés és kifizetés fázisában tartanak. Az idei kifizetési célszám 2100 milliárd forint volt, amit 1700 milliárd forinton zár a kormány. 10 milliókban mérhető vagyongyarapodással jár a települési önkormányzatok számára a Békés megyei ivóvíz minőség javító program a társulás elnöke szerint. Vantara Gyula a témában tartott sajtótájékoztatóján a kormány jövő évi béremelési és adócsökkentő programjáról is beszélt. Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye összesen 66 települését érinti az az ivóvíz minőségjavító program, ami mintegy 35 milliárd forintos beruházással valósult meg. Az, amit a fogyasztó érint, tehát a minőségen, az áron túl, az a fajta biztonság, hogy amikor kinyitjuk a csapot, onnan egészséges ivóvíz folyik, és ez így lesz évtizedeken keresztül. Az önkormányzati társulás elnöke elmondta, lezajlottak az ellenőrzések, a műszaki átadás átvétel, és miután minden szerv rendben találta a teljes beruházást, a szükséges engedélyeket is megkapták a használatba vételre. Vantara Gyula országgyűlési képviselőként a kormány adócsökkentő programjáról és a béremelésről is kifejtette véleményét. Elmondta, a munkaerőpiac átalakulása miatt ma már nem új munkahelyek teremtésére van szükség, hanem a megfelelő alkalmazottakat kell megtalálni, vagy gépek vásárlásával kell kiváltani a munkaerőt. Kijön az az egyensúly, hogy mindenki, aki akar és tud, megtalálja azt a munkahelyet, amelyen szeretne dolgozni. És most már ezek az intézkedések, amik szóba kerültek, ezek a bérrendezések, illetve vállalkozói adókedvezmények, ezek ezt a célt szolgálják, hogy egy relatíve magasabb bérért, egy vállalkozókat kevésbé sújtó adó háttérrel mindenki megtalálja a számítását.
A politikus szerint a kisvállalkozások számára a minimálbér emelése a termékeik mennyiségének vagy minőségének fejlesztésével kigazdálkodható lesz, ehhez pedig a számukra elérhető adócsökkentések megfelelő ösztönzőként hatnak majd. Megyei értékek és hunganikumok témában hirdett vetélkedőt a Békés megyei önkormányzat általános iskolák felső tagozatosainak és középiskolásainak. A játékot 3 millió forintból szervezik meg, amit a Földművelősügyi Minisztérium hungarikum főosztályának pályázatán nyertek. A vetélkedő célja a fiatalok hungarikum mozgalomba való bevonása, elméleti és tárgyi tudásuk bővítése a magyarság közösségének értékei kapcsán. Zalai Mihály kifejtette, Békés megye 75 települése közül 46 alakította meg a saját települési értéktárát, ez az országos átlag kétszerese. A 46 értéktárban 706 értéket vettek eddig Lajstromba. A Békés megyei értéktárban pedig 29 megyei érték szerepel, ezek közül 2 hungarikum is. A 3 fordulós megmérettetésre 4 fős csapatok jelentkezését várják. Közelednek az évvégi ünnepek, advent idején megkezdődik a felkészülés a karácsonyra, az üzletekben és az üzletek környékén megnövekszik a forgalom. Az ünnepi hangulatban azonban sokan megfeledkeznek a legalapvetőbb vagyonbiztonsági szabályokról is. Jó napot kívánok! Bűnmegelőzés tanácsok a karácsonyi bevásárlás időszakában. Hasznos tanácsokkal és szaloncukorral kedveskednek a Békés megyei rendőrfőkapitányság és a polgárőrség munkatársai a járókelőknek a főtéren. Nagyon fontos, hogy az ajándékok a fa alá kerüljenek, és mondjuk ne egy idegen ember kezébe. Tehát, hogyha megvásároltuk az ajándékokat, akkor mondjuk azt a gépjármű csomagtartójába helyezzük el, ne csak bedobjuk a hátsó ülésre, mert lehet, hogy mire oda kihordjuk a következő ajándék mennyiséget, akkor már nem találjuk ott az előzőeket. A zsebtolvajok a bűncselekményeket szinte kizárólag csoportosan követik el, hangsúlyozta Aktuális című műsorunkban Bátkai Miklós. Tüzet kér tőle, aprót kér tőle, vagy összekoszolja a ruháját, az a lényeg, hogy elvonja a leendő áldozat figyelmét, ezt használja ki a második ember, ő a kulcsember, ő lenyúlja ezt az egy adott dolgot, amit magának kinéz, de ezt mindig előtte kifigyelik, hogy az ember hova teszi a pénztárcáját, pénzét, és konkrétan azért nyúl, azt emeli el, nem sokáig van nála ez a dolog, mindössze pár másodpercig átadja a harmadik embernek, aki nagyon gyorsan elmegy vele a helyszínről. A zsebtolvajok kizárólag a pénzre hajtanak. Csak abban az esetben használják az ellopott bankkártyát, ha annak PIN-kódját is tudják. A rendőrség munkatársai éppen ezért azt javasolják, a kódot soha ne írjuk fel sehova, és legyen fizetésnél is célszerű a körültekintés. Ha pedig valaki bűncselekmény áldozatává válik, azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 112-es segélyhívószámon. Halmos Béla magyar Széchenyi díjas, Prima díjas népzenészre, zenepedagógusra emlékeztek szerdán, Gyulán. A Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett népzene kutatóra több rendezvénysorozattal emlékeztek. A program első eseményén koszorúkat helyeztek el a művész egykori otthonánál található emléktáblánál. Az eseményen a művész lánya is jelen volt. A fürdővárosban nem titkolt cél, hogy kialakítsák Halmos Béla kultuszát. Igazi közéleti ember volt, aki mindig Gyulainak vallotta magát. A város és annak vezetése, illetve Gyula táncos és zenés társadalma magáinak vallja Halmos Bélát. Mindig tisztelettel emlékezik emberségére, munkásságára, aki Gyulán a Kultúra Magyar Városában muzsikájával állandó főszereplője a gyulai fesztiváloknak, zenés programoknak. Megtartották hagyományos évvégi ünnepségüket Békés Csaba nemzetiségi önkormányzatai a Városháza dísztermében. A nemzetiségek napján elismeréseket is átadtak. Békés Csaba 5 nemzetisége közösen ünnepelt szerdán. A román, német, szlovák, lengyel és roma önkormányzatok rövid műsorokkal is készültek, amivel ízelítőt adtak kultúrájukból. Szarvas Péter polgármester ünnepi beszédében Parti Nagy Lajos író szavaival élve úgy fogalmazott, lakói nélkül az ország csak körvonal. Mint mondta, a lényeg az ember és az ember által létrehozott kultúra. Országunkat is Szent István uralkodása óta 40 ember öltőnyi népesség tette azzá, ami. Ugyanígy egy város sem több emberek nélkül, egyszerű utcáknál, tereknél. A nemzetiségi kultúra megőrzésének érdekében végzett munkájuk elismeréseként az ünnepségen Grósz Györgyné békéscsabai románokért díjat,
Tóth Mihály nyugalmazott tanár csabai szlovákokért plakettet, Surinásné Tóth Olga és Kára Béla Békés Csaba lengyelségiért kitüntetést kapott, a roma nemzetiségi önkormányzat díját pedig Andirkóné Kovács Katalin óvónőnek ítélték. Számunkra minden kedves békés csabai szlovák gyökereket, ha vallja, köztünk van a helye, támogatjuk, a hétköznapait próbáljuk egy kicsit vidámabbá, megélhetőbbé tenni, és mindenkit a hagyományainkat ezzel örökíteni tovább. Rajtuk kívül pedig többeknek köszönetet mondtak, amiért egész évben segítették a nemzetiségi önkormányzatok működését. A nemzetiségek napján, advent környékén, amikor minden ember a lelkében számot vet az évről, elcsendesedik, értékeli önmaga tevékenységét, mi, mint önkormányzat, ilyenkor vesszük számba azt, hogy a mi közösségünk számára ki volt az, aki a legtöbbet áldozta, talán fogalmazhatnék úgy, hogy abból, ami a földi létben létező időlegességben egy ember számára a legértékesebb, ez pedig az idő. Az est zárásaként fényképekkel elevenítették fel a nemzetiségek ez évi legemlékezetesebb pillanatait. Idén jóval többet adakoztak a Békés Csabai karácsonyi jótékonysági koncerten, mint tavaly, tudatta Békés Csaba polgármestere. Szerdán adta át az összegyűjtött 750 ezer forintos adományt Szarvas Péter polgármester az Out.Pont autista gyermekekért és fiatalokért alapítvány elnökének. Az összegből speciális eszközöket vásárolnak majd. Cipőt kérek. Köszönöm. Pólót szeretnék felvenni. Igen. Köszönöm. Ilyen és ehhez hasonló specifikus vizuális segítőeszközöket szerez be az Out.Pont alapítvány az idei Békés Csabai karácsonyi jótékonysági koncert kapcsán felajánlott adományokból. Az autizmussal élő fiataloknak a legalapvetőbb mindennapi feladataik ellátásában segítenek a digitális és laminált rajzos és fotókártyák. Az autizmussal élő társaink mindennapjait, életvitelét jól segíti az, hogyha számukra nehezen érthető és hasznosítható szóbeli információk helyett képi megjelenítéssel és írásos formában tudnak információt kapni arról, hogy az adott környezetben, munkahelyen, nappali intézményben vagy iskolában mik az ő feladataik. A polgármester második alkalommal szervezett jótékonysági programot, hogy a helyi fiatalokat támogassa. Ezúttal az Out.Pont alapítványnak segíthettek az adományozók. A jótékonysági koncert alkalmával közel 150 néző gyűlt össze a Békés Csabai Katolikus templomban december 1-én. Amellett, hogy egy nagyszerű zenei élményt kapott mindenki, aki részt vett a rendezvényen, emellett szinte mindenki önzetlenségről tett tanúbizonyságot, és összesen 750 ezer forintot adakoztak gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek és magánszemélyek. Az adományokból vásárolt specifikus eszközök abban segítenek a fiataloknak, hogy közvetlenebb kapcsolatot alakítsanak ki környezetükkel, és önállóbb életet éljenek. A keringőtől a rumbáig összesen 10 féle táncot mutatnak majd be azon a bajnokságon, amit hétvégén tartanak a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A rangos eseményen, ahová az egész országból érkeznek résztvevők, több korosztály mérkőzik meg majd egymással. Már szerelik a padlózatot a hétvégi bajnokságra, ahol az ország minden részéből várják a versenyzőket. A 240 négyzetméteres mobil parkettán 6-tól 65 éves korosztályig mérik össze tudásukat a versenyzők. Nagyon sok versenyző párosunk összesen a két nap alatt nagyjából olyan 270 páros mérettetik meg, amelyet egy nagyon komoly szakmai zsűri fog értékelni, illetve elbírálni az ő tudásukat. Ezt a szakmai zsűrit egy nagyon komolyan összeválogatott háromfős csapat, illetve szervezet a Táncsport Szövetségen belül dönti el, kik azok a szakmában is elismert emberek, akik méltóak arra, hogy ilyen magas szintű párosokat zsűrizzenek. A hétvége alatt valójában 4 különböző bajnokság zajlik majd. Ezek közül először rendezik meg a Nyíri Lajos emlékversenyt, ezzel tisztelegve az egyesület alapítója előtt. Nem csak mint édesapám lánya, hanem úgy is, mint először, mint táncosa a klubnak,
az kezdetektől ebben részt veszek, és későbbiek folyamán, miután én is ezt a szakmát választottam, és a választott kedves férjem is ugyanezt a szakmát választotta, tehát mind a ketten tánctanárok is lettünk, így egész életünk is ezzel együtt telt a tánccal és a táncklubbal. Két napon keresztül az ország egyik legrangosabb társastánc versenye zajlik majd a Csaba Gyöngyében. Maga helyszín, és az a millió és az a szakmai háttér, amit itt meg tudunk adni ennek a rendezvénynek, ez nyilvánvaló, hogy a versenyzőknek is egy nagyon szép emlék és egy méltó hely. A rendezvénynek már 47. alkalommal ad otthont Békés Csaba. A szervezők szerint ez nagyrészt a megfelelő helyszínnek és a kiváló szakmai háttérnek köszönhető. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találhatják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!